Masters kékövesek következő és egyben utolsó küzdelme a döntőben Florescu Toth Zsolttal csap össze. Most azt hiszem, nagyon nagy szerencsénk van, hogy színeső van Florescu Adrianon, mert különben meg nem mondanánk, hogy melyik versenyzőről van. Igen. Nagyon hasonló fizimicskával rendelkeznek. Talán mondjuk a hátán lévő felvarró az segít a román színek kapcsán. És itt véletlen sikerült arcba nyúlni. Szerencsére nincs nagy baj. Vissza is engedi nagyon sportszerűen Toth Zsolt abba a fogás szituációba, amiben voltak. Hát egyelőre a csendes óriások küzdelme zajlik. Igen. Hát ők már egy kicsit jobban félnek a földre menéstől, és nem ugrálnak fel olyan aktívan egymásra, mint a többiek, de hát előbb-utóbb azért csak-csak földre kerülnek. Florescu 40, Toth Zsolt 44 éves. Vagyunk szép lassan 4 percnél, egyelőre pont nélkül. Elindultak közben már az abszolút kategóriák is. Nem kapkodják el az öreg fiúk a döntő, de azért megvolt a földre döntés. Ja, meglátjuk, hogy jár-e érte a pont, mert kiestek a szőnyegből. És igen, valóban jár érte a 2 pont. Ezzel Florescu átveszi a vezetést. Igen, és a Gvárdon is átment. Újabb 3 pont. Hát igen, ezért ódzkodtak a földre meneteltől. Aki jobb pozícióban van, úgy néz ki, hogy az könnyebben tudja gyűjteni a pontokat. Nem mindegy egyáltalán, hogy kerülnek földre, de hát azért ezen lehet változtatni, szóval azért ez brazil jitsuban azért az adott, hogy előbb-utóbb föld lesz, és aztán valaki jobb pozícióban lesz. De hát azért nem olyan egyszerű változtatni, főleg azért, mert hogy innentől Florescunak egyetlen egy dolga van, fogni, tartani ezt a pozíciót 3 percig, hogyha kell az örökkévalóságig is. De most úgy tűnik, hogy sikerült kiverekednie magát Zsoltnak, és ugye ezzel a hajtók a trükkel, belehúzta keményen a Gide Florescu szájába, aki persze rögtön inkább abba hagyta azt a technikát és azt a pozíciót, csak ne fájjon annyira. Igen.
igen, itt már eléggé fájdalom és energia optimalizálás van. 2,5 perc van hátra, és 5 pontos hátrányát kellene ledolgozni a Tóth Zsoltnak. Igen, azért örökre nem menekülhet Florescu, tehát előbb-utóbb meg kell állnia. Szegény harmadszor gyűjtő orva. De nincs ebbe szándékosság, csak egész egyszerűen, hogy keresik a fogást óhatatlanul. Nagyon sok ilyen véletlen hámsérülés van, szembenyúlás, arcon könyöklés a földön, ilyenek nagyon sok van. És aztán azért thaiboxolni nem kéne, a térdel bontás, az nem egy szép technika. Lehetséges persze, de minden esetre nem klasszikus. Hát igen, valószínű Tóth Zsolt egyéb küzdősportokban is bőven megmérettette magát eddigi pályafutása során. Igen. És hát ugye másfél percen belül vagyunk, szép lassan ki kell találni valamit. Bár őszintén szólva egy intés kijárhatna már Florescunak, mert egyelőre csak menekül. Hát 3 perce menekül, vagy 2,5 perce menekül folyamatosan. Érthető, amíg nem kap intést, sőt a kap intést azt jelent ugye semmit egyelőre, mert kénytelenek lesznek előbb-utóbb belemenni valami szituációba, és ugye ez már nem menekülésnek számít, pedig azt csinálja most is. Igen, Tóth Zsolt próbálkozik mindennel, de hát amikor már egy kicsit melegebb lenne a szituáció, egész egyszerűen csak kisétálat a Tamis szélére Adrian Florescu. Igen, most erre voltam kíváncsi, hogy mikor jön be a két láb. Ezzel most sikerült javítani. Csak félre kell dobni azt a lábat, és már ott is van. Egyelőre a bal lába még nagyon be van szorulva Tóth Zsoltnak. 35 másodperc van hátra. Igen, a két lábas földrevitelre voltam kíváncsi, hogy mikor megy be. Annyira nyomatta fölül. Gondoltam, hogy előbb-utóbb előkészít valamit ezzel a csak fölfelé haladással. Hiszen jitsuban azért leginkább lefelé indulnak az emberek dobni. Hát igen, a mind game az most működött. Hát igen, hát ha most kitolja a térdét onnan, akkor 10 másodpercen belül szinte kizárt. Hát igen, most már csak erre az egy dologra figyelt Adrian Florescu, aki 5-2-es összesítéssel. Kitaktikázta a meccset, de hát egy olyan mosolygós, jókedvű játékos tényleg, hát háromszor orba gyűlik, és nem káromkodik, hanem nevet, meg pacsizik azért. És így nem Szlovákiába, hanem Romániába utazik majd ez az aranyérem, de azt hiszem boldogok lehetünk mi is, mivel egy egész jó küzdelmet láthattunk tényleg a fair play szellemében. Megyünk egy súlycsoporttal följebb a Masters kategóriában, mínusz 100,5 kilogrammosok. Egészen konkrétan ismét egy román versenyzővel kezdünk.